A klónok háború animációs sorozat egészen 2003-ig nyúlik vissza, amikor Gendi Tartakovsky, George Lucas és Henry Gilroy megálmodták eme szériát, amely a Galaktikus Köztársaság és a Független Rendszerek Konfederációi közötti klónháborúkat mutatja be. A sorozat két évig futott, majd 2008-ban visszatértek hozzá, és teljesen más animációs stílussal lett elkészítve, illetve sokkal több évadot mutattak be, amelyben rengeteg izgalmas, értékes és felejten epizódot kaptak a nézők. Ez különösen igaz a 2020-ban debütált hetedik szezonra, amely nem kizárt, hogy az egyik legemlékezetesebb volt a nézők körében, ugyanis a cselekmény már beérte a szitek bosszújában látottakat. Azonban a klónok háborúja hiába az egyik, hanem a legjobb animációs távolsorozat, mégis keserű lehet a szánk íze, amikor rágondolunk az el nem készült epizódokra. Az első szekvenciában a fiatal Boba Fett és a híres fejvadász Ked lett volna látható egy mentő akció keretein belül. Az együttöltő idő alatt a rajongók megismerhették volna a két karakter közti kapcsolatot, sőt még Béna Boba apjával Django Fettel viszonyát is bemutathatta volna ez a rész. A történet központi eseménye az, hogy Boba megkísérlet volna egy lázadást, amely egy harchoz vezetett volna. Ennek az összecsapásnak a során szerezte a jellegzetes horpadást a sisakján Boba Fett, amit már oly sokszor láthatunk. Az olyan rajongóknak, akik hiányérzetük van, nem kell csüggedjünk, mert a készítők kedveskedtek nekünk egy kis íztöreggel, egy kis utalással a Boba Fett könyve című sorozatban, amikor a két karakter újfent megküzdött egymással. A sötét tanítvány történet minden Vosszor és Asai Ventrészre fókuszált volna. A páros megpróbálta likvidálni Doku grófot, azonban váratlan fordulat érkezett, ugyanis Quinlan csatlakozott a grófhoz, tehát átállt a sötét oldalra. A cselekmény során Asszálynak szembe kellett nézni a végzetével, miközben megmentettek Villent, aki belátta bűneit és hibáit, majd pedig a Jedi rend visszafogadta őt. A történet egyébként nem lett elveszve, hiszen egy kiváló könyv készült belőle, szintén Sötét Tanítvány címen. És ugye Asszály Ventris visszatér majd a rosszosztag újabb évadába, tehát lesznek itt izgalmak és olyan dolgok, amikre szükségünk lenne, hogy megmagyarázzák. Az X-akták által inspirált epizód egy eddig ismeretlen és veszélyes faj megjelenését mutatta volna be, amely sok utalást tartalmazott a Juzán Wongra. Egy vonfelderítő, hajó érkezett a galaxisba, és célja, hogy megmutassa errétő köztársaságnak és a Jediknek. Eme faj egyébként simán feltűhetne egy későbbi projektben, rengeteg potenciál rejlik bennem, a Jedi templom alatt címre keresztelt történet egy igazán pikáns kaland lehetett volna, mivel Ahsoka Anakin Skywalker és Obi-Wan Kenobi igyekeznek Yoda mester megmentésére, aki egy ősi szit szentélyben ragadt a koruszánti Jedi templom alatt. Tovább a is megpróbál betörni a holokron páncél termébe, azonban Ászókátánó megakadályozza a szit nagyurat. A visszatérés a munkálára ez egy kétrészes történet lett volna, amelynek a főszereplője Padmi Amidala, aki Pálpati meghosszabbított hivatalban maradása ellen dolgozik, és Anakin és Padmi a munkálára utaznak, hogy politikai segítséget kapjanak a Kvárenfaj vezetőjétől, Tikjesztől.